Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban egy nagyon-nagyon egyszerű, olcsó és könnyen elkészíthető vegán karamell krémet, karamell szószt fogok nektek megmutatni. Hogyha érdekel benneteket és szeretnétek egy tényleg egyszerűen és gyorsan elkészíthető variációt, akkor maradjatok velem és nézzétek meg a videót. Először is szükségünk lesz két ilyen bögrényi cukorra. Én most nácukrot használtam, de teljesen egyszerű kristálycukor is megfelel a célnak. Hogy vegán legyen és ne kelljen hozzá különböző vajat, margarint használni, a zsiradékot én kókuszolajjal, kókuszsírral oldottam meg, a tejszín helyett pedig egy ilyen kókuszkrémet használtam. Én minden egyes sós karamell öntetemhez szeretek egy kevés sót, valamint vanília kivonatot adni. Egy egyszerű vastag aljú edényben kell az egészet elkészíteni. Fontos, hogy jó minőségű és tényleg vastag aljú dologról legyen szó, mert ebben lehet a legegyenletesebben és a legszebben megolvasztani a cukrot. Egyszerűen beleborítom és közepes, alacsony lángon, nagyjából 5-8 perc alatt felolvasztom az egészet. Hogyha egy kicsit nehezen akar felolvadni, akkor rásegíthettek valamilyen szilikonos spatulával, és még alacsonyabb lángon szépen az egészet össze kell olvasztani. Fontos, hogy az összes cukrot, mielőtt beletennétek a kókuszsírt, teljes mértékig felolvasszátok, hiszen a későbbiekben erre már nem igazán lesz lehetőség. Itt láthatjátok a felvételen, hogy minden egyes cukor, kristályt, szemcsét szépen megolvasztottam, úgyhogy nincs más dolgom, mint egyszerűen bele folyatni, bele önteni a kókuszsírt. Ugye, hogyha nem ilyen vegán és teljesen állati eredetű mentes változatot készítetek, akkor ebben a lépésben szoktam én hozzáadagolni a felkockázott vajat, és általában ez az egyik legveszélyesebb része, hiszen a tűzforró cukorhoz fogjuk hozzáadagolni a kókuszsírt, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosak legyetek, mert a cukor komoly égési sérüléseket tud okozni. Nagyon érdekesen reagált egyébként a kókuszsír, és azt hittem, hogy nem is fog sikerülni a recept, de nem kell aggódni, teljesen jól működött. Itt egy kicsit kevergettem, hogy az alul picit megszilárduló, visszahüllő cukor egy kicsit felolvadjon, és hogy utána a hozzá kerülő kókuszkrémet szépen fel tudja venni. És igazából ez néhány percig tartott el, ez bőven elegendő volt arra, hogy a kókuszsír is felmelegedjen. Itt is nagyon óvatosan kell a kókuszkrémet hozzáadagolni, mert egy hideg, tehát teljesen szobahőmérsékletű terméket fogunk egy tűzforró dologhoz hozzáadni. Hogyha gondoljátok, akkor érdemes lehet a tűzről letenni, tehát arrébb venni és úgy hozzáadni, tehát nem melegíteni. Néhány perces kevergetés után látni fogjátok, hogy a cukor, a kókuszsír és a kókuszkrém teljesen össze fog olvadni, össze fog így egy egynemű masszává válni. Szóval először, hogyha kicsit szét van még szeparálódva, nem kell aggódni, kevergetni kell, és kész, és jó lesz az egész. Én ilyenkor szoktam hozzáadni a különböző ízesítőket. Én egy kevés sót, valamint vanília aromát használtam. Hogyha szeretnétek, akkor adhattok hozzá konkrétan kikapart vaníliának a magját, vagy pedig fahéjat, vagy bármit, amit csak szeretnétek igazából hozzáadni, és készen is vagyunk a legbonyolultabb részével. Hogyha egy kicsit hígabb, hűtőből kivéve is ilyen folyós állagú változatot szeretnétek, akkor duplázzátok meg a kókuszkrémnek a mennyiségét, és akkor egy teljesen híg, ilyen szirupos dolgot fogtok kapni. Amikor egy picit lehűlt ez az egész karamellkrém, akkor én mindig át szoktam egy ilyen szűrőn, szitán folyatni, hogy az esetlegesen bennem maradt cukorkristályok ne kerüljenek bele a végeredménybe, és amint látjátok, én egész jól dolgoztam, nagyon-nagyon kevés kis darabka maradt benne, mondjuk ez egész ritka dolog nálam, mert ilyenkor azért egy nagyjából egy evőkanálnyi mennyiség megmarad, nem kell aggódni igazából, nem oldódott fel semmi probléma, így is rengeteg karamellkrémnek lehetünk szemtanúi,
Én ebben a kis fémedényben hagytam olyan hőmérsékletre lehűlni az egészet, hogy utána át tudjam tölteni egy üveg befőttes tárolóba, amit utána a hűtőben fogok tudni tárolni. Ezt a krémet én nagyjából 1-2 hétig teljesen nyugodtan szoktam használni. Ennél tovább is eláll, viszont nálunk nem szokott olyan sokáig megmaradni. Hogyha szobahőmérsékleten használjátok, tehát kiveszitek a hűtőből, akkor egy szuper sejmes, krémes karamell szószt fogtok kapni. Hogyha pedig a hűtőben fogjátok tárolni, és onnan fogjátok használni, akkor pedig egy ilyen krémes, nagyon érdekes állagú dolgot kaptok, amit ugyanúgy tudtok sütemények, palacsinták, muffinok tetejére használni, de hogyha mindkét formában szeretnétek használni, akkor szerintem így a legigazibb ez a recept, és akkor, hogyha pedig folyékony változatát szeretnétek éppen fagyira rakni, akkor egy ilyen kerámia edénybe beleteszitek, azt beleállítjátok egy kis forró vízbe, és igazából néhány perc alatt teljesen szobahőmérsékletűre melegszik. És itt láthatjátok, hogy néhány perces szobahőmérsékleten való kevergetés után ugyanúgy lehet folyékony formájában használni, mindenféle sütiknek a tetejére egyszerűen rá lehet csurgatni, vagy pedig csak egy egyszerű jégkrémnek a tetejére, és nagyon-nagyon finom, úgyhogy javaslom számotokra, hogyha szeretnétek egy ilyen teljesen tejmentes, állati eredetű, alapanyagoktól mentes karamellkrémet készíteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a videót, tudjátok, hamarosan újra jelentkezem, de addig is. Sziasztok!